reggelt mindenkinek! Szeptember 4-én péntek reggel. Felhős volt azért, kicsit melegebb lett, 12 fok melegebb, hát 12 fokja. Úgyhogy most sincsen nagyon gagyarózó meleg, de hát fűtöd el egész nap a gépbe. Tény az, hogy egész nap fűteni kell a gépbe. Hogy ezek a jó gyerekek elkezdtek hétfőn fektetni egy 400-as betoncsövet. Négy napi munkája egy ennek a nagy gépnek itt előttem, ez a Kobelco, meg három embernek. Négy napi munkája körülbelül 10 méter cső lefektetése. Hát... Mit mondjak erre? Mit mondjak erre? Hozzáadták az értéket rendesen. Hozzáadták az értéket. Ennek a csatornának 4 nap alatt 1 méter 80 centi mélysége van körülbelül a csatornának. Nem betonágyban van, hanem ebben az úzott, osztályozott kavicsból sinülben. Tehát le kell rakni a csövet, beállítani, aztán körbetölteni a sinülő, visszatemetni és kész. Azt a táblát előrehúzni, kiásni egy helyet, előrehúzni a táblát, ennyi. Szóval... Magyarországon ugyanez a munka, körülbelül 4-szeres szorzóval menne, de még a 40 métert is kevesebb 4 nap alatt. Az a helyzet. Na mindegy. Ő dolog. Ő dolog. Négy nap alatt 10 méter csatorna. 1 méter 80 mélyen. Úgyhogy a földdepó csatorna mellett van. A földdepó a csatorna mellett van. Tehát se elhordani, se visszahordani, se semmi, ennyi. Jól van. Én fektettem már le maszekba eternit csövet. 300-as eternit csövet. 2 méter mélyre homortalajban, tehát rézsibe kellett meginni az átlót, homortalajban. 20 méterenként aknákkal. Úgyhogy egy hétvége alatt, szombat-vasárnapról beszélünk, maszekról beszélünk, maszek munkáról. Egy hétvége alatt 100 métert leraktam. És nem ilyen nagy géppel, hanem egy GCB-vel. Egy GCB-vel. 100 métert leraktam és vissza is lett töltve. Hát egy hétvége alatt. Jó, a szabad terület volt, ott azért nem volt ilyen zsúfolt terület, ott lehetett ásni, az egy dolog, az annyiból könnyebb volt, de
szállítás lesz-e? Kori! Első mixerbetom megjött. Legyen roppant ezeket a 9 darab szülöpöt, én nézem a mai nap folyamán. Biztos, hogy rám vár. Tehát a földet el kellene vinni, de akkor kupott föld van már, hogy egyszer kezelhetetlen, már nem tudom, hol rakjam. Már itt be van zsúfolva, vagy 500 köbméter föld. Egész hegy van itt már, és nem tudom, hova rakjam a földet. Na mindegy. Indul meg, barátom, indul meg, hogy mi lesz? Vagy mi lesz? Hát a szemetes konténer tele vannak, hogyha bejön ide most egy szemetes konténer szállító autó, az még marafasza lesz. Fölmászott a dombra, az a biztos egyelőre.
Nem lejjették, hogy el kéne vinni a földet, hogy McAvey, de most egy autó nem jött. Ezzel, hogyha reggelre nincs itt egy teherautó, ami viszi a földet, korán reggel nincs itt, akkor vagy nem visznek egész nap, vagy nagyon késő fognak jönni, és alig fognak elvinni egy pár autóval. Nem stimmel, mert nincs itt, de még mindig a földszállító autó.
Oké, hé, nézzel! Nem közöttem be az övet. Igazam van, mert szól érte valami buzi biztos.